itt a Kaposvár összeállítását láthatjuk, és mivel még Waldner is csatlakozott a sérültekhez, úgyhogy Bojan Vrucsina az, aki bekerül a kezdőcsapatba. Tulajdonképpen más komoly változás nincsen. Zámbó egyébként az, aki öt sárgája miatt kényszerűségből hiányzik, tehát így kellett valamelyest hozzányúlnia az együtteséhez Bruckner Lászlónak. A videótonnál pedig a következő játékosok kapták meg a lehetőséget, hogy utaltam rá a védelem, ezúttal Vinicius és Brácsi nélkül, viszont ismét Caneirával áll föl. Ezen kívül Arturo Alvarez került még be a csapatba, és kikerült onnan Gyurcsó Ádám. Mitrovic elütötte, előnyszabály, hiszen ott marad a labda Balázs Benyáminnál. És még tovább is lehet tenni, vagy akár lőni Szafarics, és hozzáér végül Tuivel. A 10. percben az első védés a fehérvári kapusé. Parályba a cselek után nem értették tökéletesen meg egymást Torgellével. Hatalmas keresztlabda, de nem volt az rossz. Elcsúszik a kapus, és Tuivelnek kell védenie. Arturo Álvarez Torgel lefejét keresi. A lefejelt labdára Kovács mozdult volna, és aztán egy labdalövés, ami kijön Hajdukról, majd ráteszi a kesztyűjét, és Torgel elől így aztán megvan. Parályba. Lendületesen, ott már nem is nagyon bánthatják. Parályba, és Hajduk őrizte a rövid oldalt, nem mozdult el onnan. Kovács gyorsít rá a kaposvári védelemre. Egy picit kikeveredik Torgelle, de ez még így is helyzet. És Hajduk! Elengedte Torgelle, ez a nagy ötlet, ott a gól! Arturo Alvarez! Itt láthatjuk, hogy Torgelle visszafelé lép, és ott hagyják a Salvadorit. Torgelle! Parályba jön a kapus is, Parályba el tudja pöccinteni mellette, és még nincs is kint. Hajduk lábbal. Szolnoki. Torgele gyönyörűen vette le, és odagurítja Lubos Hajduknak. Jávár is elől, sokszor erre nem volt példa, Balázs szökteti. Lapos, de nem rossz labda, Vrucsina, és a kapufáról jön vissza. Szinte egybeír a bajnokság végése, felkészülés eleje. Torgelle lefejelni a labdát, és még ott is van, Kovács besodorja, 2-0. Torgelle adja a gólpasszt, már a többiek őt ünneplik, csak megvárják, míg Kovács kifut a kapuból, és az első komoly támadásából a Vidi megduplázza az előnyét. Itt azért Hajduk egy picit féltette magát, a védőről pattant egyébként tovább a labda, de egyszerűen elfordult, elfutott szinte a labda elől a kapus. És Kovács besétált vele. Ez lehetőség, Vrucsina lő, Tuivel! Balázs még visszaszerzi Stopirától a labdát. Kifejelik, nem jut azonban túlságosan messzire, gól! Nagyszerű kis lövés volt. 2-1. Vrucsina helyzete kimarad, Tián pedig 17 méterről hajszál pontosan lövi a hosszúba. 2-1 az állás, a vendégen gólszerző 25-ösen Tián Kalián. Most jött be, 19 esztendős, és micsoda szép gólt rúgott Fehérváron. Parályba kezdben. Jó a testcsel, Parályba visszahúzza a rövid sarokra, ahol figyel Lubos Hajduk. Vége az összecsapásnak. Videóton Kaposvár, tehát 2-1.